A hazai agrárszektor még mindig több szempontból lemaradásban van más Európai Uniós országok mezőgazdaságához képest. Ennek a hátránynak a leküzdésében is segíthet az a mintegy 4200 milliárd forint, amelyet vidékfejlesztése fordíthat Magyarország a következő 7 éves költségvetési ciklusban. Az összeg jelentős részét, 1750 milliárdot ráadásul már jövő végéig le lehet hívni a keretből. A pályázatokat két körben fogják kírni, külön a kisebb és a nagyobb állatok számára. Hangzott el 35 perc című műsorunkban. a május-június körül fognak megjelenni az úgynevezett kis vállalkozásokra vonatkozó kírások. Ennek a keretösszege 50 milliárd forint, és ez azt jelenti, hogy a támogatás maximum összeget vállalkozásonként, pályázatonként 50 millió visszanemtéri támogatás lehet. Tehát azt jelenti, hogy egy vállalkozás maximum 100 milliós beduházást tud végrehajtani. Nagyon fontos, hogy mindenki időben figyelje a pályázatok Viszont az agrárminiszter elmondása szerint ez úgynevezett felüdőnyitott lesz a pályázat, amilyen még nem fordult elő. Ez azt jelenti, hogy a pályázók számát nem korlátozzák, vagyis a keretet kimerülése esetén tovább bővítik. A nagyvállalatok pályázati kiírásai pedig a tervek szerint nyár végén, ősz elején jelennek majd meg, 200 milliárd forintos kerettel. A pályázók egymilliárdos milliárdos beruházás megvalósítására adhatják be kérelmüket, amelyhez 50 os visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek. A fejlesztési irányokról az Agrárkamara nemrég egy online konferenciát is tartott, ahol bemutatták azokat a célokat, amelyeket az élelmiszer előállítás különféle szakágazatainak szereplői tűztek ki maguk elé a következő évekre. Mint kiderült, a hatékonyságnövelés, a termelési környezet javítása, a kapacitásbővítés és az automatizálás áll a fókuszban. A tervekről egy felmérés keretében a Magyar Pékszövetség is megkérdezte tagjait. A legfontosabb feladatnak tekintettük a saját bolthálózót fejlesztését. Ugye megnézzük a környező országokat, akár Holváthországot, Ausztriát, nagyon sok ö, saját bolta rendelkeznek azok a pékségek, amelyek a lakosságot közvetlenül tudják látni. Másik nagyon fontos volt, az eddig pályázatok alapján nem lehetett szállítójárműkekre pályázni. Nagyon eledegedettek a, a sütépő vállalkozásoknak a szállítójárművei, tehát most erre is lesz lehetőség. Ugyancsak igény van a technológiai energiahatékonysági fejlesztésekre, ahogy a digitalizációt és a robotizációt is elengedhetetlennek tartják a sütő- és malomiparban tevékenykedők. A fejlesztések eredményeként bővülhet a termékek köre. Fűzte hozzá a műsorban nyilatkozó szakember, aki arról is beszélt, szeretnék, ha a fogyasztók hozzáállása is változna, és a jövőben inkább a kisebb, valamint a kovásszal készült kenyereket keresnék.